Sziasztok! Amint láthatjátok, megint utazni készülünk, na nem most, hanem úgy körülbelül 2 hét múlva. Csak ránk az a jellemző, hogy nem tudunk elég korán elkezdeni készülődni, és ugye már 2 héttel előtte, mint ahogy most is, ugye? Mi nagyon szeretjük azt, hogyha ideje korán össze vannak készítve a holmik, ugyanis többször jártunk már úgy, hogy bizonyos fontos dolgok itthon maradtak, és egy nyaraláson ezek nagyon tudnak hiányozni, mert nem mindent tudtok azon az adott helyen beszerezni. Az a legjobb, hogyha mindjárt itthonról visszük. Úgyhogy ide készítettünk most egy jó pár dolgot, természetesen nem mindent, mert azért 2 bőröndel megyünk, és azért mindent nem raktunk ide, meg hát minden apróságot nem kell bemutatni, csak néhány kedvencünket mutatjuk be nektek, amiket mindig viszünk az utazásra, és néhány olyan fontos dolgot, amire szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy még véletlenül se felejtsétek otthon. Mollika, szeretnéd elkezdeni? Jó. Molly bemutat nektek néhány kedvencet, és felhívja a figyelmeteket a minden, valaminek a fontosságára. Most mindjárt meglátjuk, hogy ő miket készített ide. Molly, neked nagyon jól áll a rózsaszín. Most is rózsaszínben vagy, és beszereztünk néhány új darabot is. Bemutatod, hogy mik ezek? Ez nagyon tetszik, ez egy ilyen nyári ruha igazából. Ez ilyen nadrágos, nadrág... Mi ez? Overallna. Nagyon helyes, ebben le is fotóztalak, mutatom. A másik, ez a zöldes, ez valami bombázó. Felső. Nagyon szuper, ezt a New Yorkerből vettük, nagyon klassz. Van egy felső, van egy alsó. Katya, állati klassz. Mik vannak még ide készítve? Hát néhány nélkülözhetetlen ruhadarab, egy farmer. Ez egy hosszú gatya. Hosszú gatya, igen. Ja, igen. Mindenképpen vigyetek hosszú gatyát, legalább egyet, meg egy pulóvert is. Hiába mentek meleg helyre, tehát valami tengerpartra, akkor is lehet rossz idő. Ez a strandra van, strandra strandruha. Kicsit magasabbra emeld. Tök jó. Ez olyan, mint a kamionos póló, vagy ilyen kamionos trikó. De egyébként strandruhának tökéletes. Aztán... Ez is egy hosszú gatya, de ez ilyen lenge. Igen, hát a fekete szín az nem annyira jó nyárra, mert nagyon szívja a meleget, de ennek nagyon jó az anyaga. Estére ilyen kis vékonyka. Ja, tényleg, esténként, amikor majd valami buli lesz, remélhetőleg. Sima póló, az nem olyan... Sima pólóból nagyon sok kell. Annyit viszünk, ahány nap van, sőt, azon kívül még 1-2 pluszban is, hogyha esetleg lennénk, vagy bármi, vizes lesz, akármi. Short? Ez is új, ez a short, tök jó. Ez is New Yorker. Ez is egy strandruha. Ez tök jó. Ez Houndem volt, vagy valami, Céunda, valami a kettő közül, de nem most vettük, hanem még tavaly. De ez nagyon cuki. Ebből a fehér titok zokniból, vagy ilyen pici zokniból vettünk, hát vagy 20 párat fejenként, mert abból sosem elég. És egy sort, tehát kicsit már viseltes, mutd ide. Kicsit már viseltes, de hát... Ez új. De igazából így nézett ki már a polcon is, ahonnan leemeltük. Na jó, szóval ruhákból lesz még több is, de ezek voltak így a főbb darabok. És néhány kozmetikumot még mutass be, Molly, azok közül, amik a kedvenceid, és amik nélkül ugye nem szoktunk elutazni. Na, tehát mindenképp vigyetek, ez 50-es faktorú naptáj, és védekezzetek a nap ellen. 50-es faktorú, hát nem tudom, ennél lehet-e nagyobbat kapni, minimum 50-es faktort szoktunk vinni. Nagyon fontos tényleg a védelem. Ez egy hidratáló krém arcra, ezt igazából strandolás után szoktuk. Anyukám mindig mondja, hogy a bőrápolást nem lehet elég korán elkezdeni, szóval ezt már én is szoktam használni. Ez egy hajmaszk, mivel a klór és a só kiszívja a hajunkat, ezért ezzel szoktunk hidratálni. Ez egy hidratáló sampon, ez a kettő igazából kiegészíti egymást, mert ugye egész nap ugye süt a hajunkra a nap, kiszárítja, és ezzel hidratáljuk. Ezt a tusfürdőt azért vettük meg, mert nagyon jó dínyeillata van, és illik a nyárhoz és a nyaraláshoz. Ez egy testradír, mivel a nyaraláson úgyis barnulni fogunk, ez ahhoz kell, hogy az elhalt hámsejteket így leradírozzuk a bőrünkről, hogy egyenletesebben barnuljunk. Na nézzünk egy-két ruhát az én kupacomból. Ezt hol? F&F Tesco. Ez egy ilyen kis... így. Ez egy ilyen kis könnyű, keki színű nyári ruha. Ilyenekből szerintem sosem elég a nyáron, mert ezek nagyon könnyű anyagúak is. Tök jók. Na, ennyi. Van itt még néhány ilyen ruhácska, ezek, ő nem új szerzemény, ő azt hiszem már tavalyi, azt hiszem ő tavalyi. Ez viszont tök új, szintén New Yorker. Tessék, nézzétek, milyen helyes. Ilyen kis formelszerű ruhácska.
tök jó az anyaga, ami nagyon fontos ugye egy nyaraláson, és ami még nagyon fontos, hogy hosszú ujjú. Ez most érdekes lehet, hogy nyári ruha is hosszú ujjú. Tengerpartra, ha mentek, akkor ez nagyon jó szolgálatot tesz, mert egészen végig védi a karotokat, és nem fogtok leégni. Nyilván bekenjük magunkat ezzel a szuper magas faktorú naptejjel, de hát azért, na. Más módon is védekezni kell. Egy újabb ruhácska. Itt van egy újabb ruhácska. Hát nem cuki? Tök aranyos. Ennek is ilyen nagyon jó kis könnyű anyaga van, ráadásul fehér, az taszítja a napot. Na ez honnan van? Nem is tudom. Ez is New Yorker. Tessék, ez meg ilyen, na ehhez felállok. Ez hosszú ruha gyakorlatilag. Minden olyasmit nagyon szeretek újabban, aminek növény mintája van. Tehát engem el lehet ilyenekkel varázsolni, hogy ilyen levelek vannak rajta. És nagyon tetszik. Amivel még el lehet varázsolni, és szuper kedvencem, az a csík. A csíkok, egész pontosan, tessék. Ez honnan van? Houndem. Nagyon jó. Ilyen kis csíkos polló. Minden ilyen dolgot imádok, mert olyan tengerész stílus ez. Tehát nyáron jó ez. Tessék. Ez is F&F. Ezek nem friss pólók, ezek régebbiek. Ez konkrétan Auchan. Ezeket tudjátok, mikor vettem, amikor a Farm című műsorban szerepeltem, az 2 éve volt nyáron. Akkor vettem ezeket a pólókat, ezek nem túl értékes pólók, az Auchanban vettem. Ilyen kis egyszerű pólócskák, de arra tök jó, hogy elmenj a tengerpartra, vagy kirándulni, vagy ilyesmi. Tehát a nyaralásra nem túl értékes ruhákat kell vinni, mert minek is. Még néhány csíkos, tessék. Ez honnan van? LC Waikiki, az a Duna Plaza. LC Waikiki, tessék, ez is honnan van. Na jó, szerintem ez már elég. Ja, ezt az egy gatyát még megmutatom, ez egy ilyen budgyos gatya, ilyen. Mint egy török bugyogó. Na jó van, elég a ruhákból. Na nézzünk akkor egy-két kozmetikumot. Molly itt a nagy részét már bemutatta. Ez nagyon fontos még, ez a La Roche-Posay-tól egy naptej, amit arcra ajánl, 50 pluszos ez is. Tehát ami nagyon fontos, ezt már mutattuk az előbb is, ez testre, ez pedig arcra. Nem használtuk egyébként ezt még, nem próbáltuk, csak ajánlották, hogy ez jó lesz arcra, úgyhogy most fogjuk kipróbálni, majd teszteljük és beszámolunk róla, hogy milyen. Minden esetre egy a lényeg, hogy rettentő fontos a fényvédelem, a napfény elleni védekezés mindenkinek. Sminklemosó, az nagyon fontos. Aztán vettünk a DM-ben ilyen, hát milyen ez, papaja és kókusz illatú, mi ez? Sampon és balzsam. Kizárólag azért, mert olyan jó illata van, hogy ez abszolút ilyen tengerpartos, meg fürdős. Tudjátok, amikor tengerparton naposztok, tuti megcsapja az orrotokat a kókusz illat, az minden tengerparton ott van. Hát biztos ilyenekből van, vagy a naptejekből. Két szuper kedvenc. Az Estée Lauder-nek ez a Night Repair Fluid, vagy mi ez, ilyen szérum, ez óriási kedvenc. Ez pedig a Clarence-től, ami az egyik kedvenc márkám, egy szemránc krém, ez is nagyon fontos. Ez egy hidratáló arcmaszk Kylie Jenner-től, nagyon-nagyon tudjuk ajánlani, nem azért vettük meg Kylie Jenner, mert nem érdekel minket a márka, hanem a hatás érdekel, és ez nagyon-nagyon jó ez a hidratáló maszk. Ugye, mint ahogy Molly említette a hajnál, a napfény kiszárítja a hajunkat is, hát a bőrünket is, tehát nagyon fontos a hidratálás. Egy dolog van még, ez ilyen nedves WC-papír. Hát a higiéniához szerintem ez is hozzátartozik. Nyilván szállodában megyünk, szóval gondolom nem lesz probléma, de hát mindenfelé kirándulunk, szerintem ez kell. Na és vannak itt még érdekes dolgok, amiket majd együtt Mollival bemutatunk, a társasjátékok. Társasjáték nélkül nem lehet utazni. Én készültem 2 könyvvel is, nagyon szeretünk olvasni egyébként, Molly is, én is, meg a család többi tagja is. Ezt a 2 könyvet most volt nemrég az ünnepi, a 94. ünnepi könyvhét. Ha legközelebb lesz, mindenképpen látogassatok ki, mert olyan jó kis gyöngyszemeket lehet találni, mindenfélét, komolyabb fejlesztő irodalmat is, meg ilyen kis szórakoztatót, mint ezek. Ezt a kettőt, mind a kettő ilyen Rivierán játszódik, az egyik egy ilyen felhőtlenebb, a másik meg egy krimi. Hát Riviera, hát oda megyünk, tehát nyilván az olvasmánynak is ehhez kell kapcsolódnia. Úgyhogy ezt a kettőt azért vettem meg. Nagyon szeretünk színezni, de én különösen. Tehát vannak ezek a felnőtt színezők, amikben ilyen nagyon jó pofa, nézzétek meg milyen jó, nagyon jó pofa formák vannak, vagy ilyen kis minták.
Én nagyon szeretek ezzel bíbelődni. Komolyan mondom, amikor így felnőtt színezőt színezek, de akár még Molinak néha az is előfordult, hogy elővettem ilyen régi gyerek színezőjét, és abban színeztem. Abszolút megnyugtatja az embert, én nagyon szeretem. Ebből van nekünk több is. Most kettővel készültünk, hogy ezeket tesszük be a bőrönbe, és aztán a társasjátékok. Na Molly, akarsz róluk beszélni? Imádjuk ezeket, de nagyon sok van társasjáték, most ezt a kettőt raktuk ide. Ez a Yeti a spagettiben, ezt olyan 8 éves korom körül kaphattam, és de társaságban még mindig szeretünk vele játszani. Nagyon jó kis játék. Nem tudom, láttatok-e már ilyet, hogy ez milyen ez a játék. Mindjárt megmutatjuk, hogy ezt hogy kell játszani. Szóval ennek a kis Yeti a spagettiben játéknak ez a lényege, hogy a spagettit így el kell rendezni egymás, tehát így különböző irányokba, ráfektetni a tetejére a Yetit, és a játékosoknak úgy kell kihúzgálniuk a spagetti szálakat innen, egymás után, hogy ne essen le a Yeti bele a tálba. Aki szerencsétlenebb, na például itt van egy tök jó, ezt kihúzom, és ügyesen húztam ki, tehát a Yeti a helyén maradt. Aki esetleg kevésbé ügyesen húzza ki, és a Yeti beleesik, most nézzünk egy olyat, amikor a Yeti beleesik. Jaj, hát nem tudok hibázni, mondjuk most, nézzük. Puff! A Yeti beleesett a tálba, akinél ez megtörténik, az veszít. Ez pedig a másik, ez a Cluedo, ez egy ilyen nyomozós társas játék, ez is nagyon jó pofa, ez nem tudom, hogy hallottátok-e már, egyébként nagyon híres játék, mi nagyon szeretjük, és társaságban mindig előkerül. Ez olyan, hogy van benne egy játékmező, van azt hiszem 5 vagy 6 játékos, és mindegyik egy potenciális bűn elkövető, ugye, mert a végére hát az elején nem tudjuk, hogy ki követte el a bűnt, és mivel, milyen eszközzel követte el, úgyhogy ez nagyon jó pofa játék, 5-en vagy 6-an lehet játszani. És hát elkövetnek valami bűntényt a kastélyban, és a végére kiderül a társasjáték során, hogy ki követte el, milyen eszközzel, és a kastély melyik szobájában. Tök jó egyébként. Még egy szuper kedvenc így a végére, hát ez egy zseniális kis játék. Tehát aki kitalálta, komolyan az egy zseni. Ez mindösszesen annyi a lényege, hogy vannak ezek a kis kerek kártyalapok, és ezeket össze kell párosítani. Tehát minden kártyán, tehát minden tehát kezedbe veszel 2 kártyát, és tuti, hogy van egy olyan figura, ami mind a kettőn szerepel. De ez minden kártyára igaz. Tehát bármelyikkel párosítod össze, mindegyiken lesz egy olyan figura, ami mind a kettőn szerepel. És ezt kell kitalálni, hogy melyik az a figura, és ezt minél gyorsabban. Tehát ugye ezt lehet, azt hiszem ezt is lehet 2-től 6-ig terjedő játékos számmal játszani, és annyira vicces, tehát amikor mondjuk 5-en vagy 6-an játszatok, és ugye folyamatosan próbálja mindenki kitalálni, hogy melyik az a figura, ami mind a kettőn szerepel, és ordítva kiabálod be, mert ugye ki kell mondani hangosan, hogy melyik az a figura, csak akkor lehet letenni a lapot és húzni egy újabbat. Hát, igaz, Mori? Nagyon vicces. Ez annyira vicces, mindenki ordítozik, mindenki hangosan nevet, szóval elképesztő jó dolog ez. Na szóval, ennyi dolgot gyűjtöttünk itt össze, nyilván ennél több mindent viszünk a nyaralásra, de ezek voltak azok, amiket fontosnak tartottunk megemlíteni, hogy ezek nélkül ne utazzatok el. Megfelelő fényvédelem nélkül ne utazzatok, könyv, társasjáték nélkül ne utazzatok, mert ezek annyira helyes dolgok. Persze lehet nézegetni azért a telefont meg a számítógépet is, de időt kell szánni arra is, hogy ilyen kis társasjátékokkal játszatok, mert annyira helyes, olyan jókat lehet nevetni közben. Úgyhogy kenjétek be vastagon magatokat tapptejjel, és akkor minden jó lesz. Úgyhogy ha utaztok nyaralni, akkor nagyon jó nyaralást nektek!